A héten olyan vendégeket hívunk, akiknek van mire büszkének lenniük. Meg nekünk is rájuk. Nagy szeretettel köszöntjük a stúdióban dr. Neszmély Emil urat. Jó reggelt kívánunk. Jó reggelt kívánok. Szervusztok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Jó reggelt. Szervusz, Emil. Az apropója annak, hogy téged meghívtunk, ez a bizonyos Seven Summits. Ez mi? Aha, jó. De jó, kezdünk, mert hogy sokkal jobb erről úgy beszélni, mint hogyha engednénk az általam mostanában sokat emlegetett Dunning-Kruger hatást érvényesülni, hogy arról szól, hogy minél kevesebbet tudsz valamiről, annál bátrabban nyilatkozod a butaságot. Nos, úgy néz ki, hogy létezett egy ember, aki a nincs velünk, hogy Richard Bess, aki azt mondta, hogy hihetetlen jó kihívás lenne a világ összes legmagasabb hegyét megmászni, de egy másik módon, nem a 14 darab 8000-est, hanem minden földrész legmagasabb hegyét. És hát erről létrehozott egy listát, mindegyik föld, azért 7 egyébként, mert Európán kívül úgy tartják, hogy Észak- és Dél-Amerika 2 külön földrész. És ezért ott 2 hegycsúcs van. És megjelölt Ausztrália legfőbb szigetén, az Ausztrál szigeten, Ausztráliában egy nem olyan magas hegyet, 2228 méter, hogy az Ausztrália, Óceánia legmagasabb hegye az ő rendszerében. Kicsivel később egy nála azért valamivel profibb, mert hogy Richard Bess egy üzletember volt, aki mászott, hasonló mondjuk hozzám. Hát profi hobbi mászó. Tehát ezt ha valaki ilyen profi módon csinálja, tehát nem senképpen nem mondjuk, hogy amatőr. Akkor már sokkal előbb eltávozott volna, mint ahogy a természet diktálta volna ezt a számára. Jött egy másik hegymászó, akit hát többen ismertek, mert ő volt az első, aki palasz nélkül mászta meg az Everestet, amit azt mondták, hogy lehetetlen. Reinhold Messner, aki azt mondta, hogy ő viszont megnézte ezeket a kontinenseket, és ezen a platón úgy látja, hogy bár van egy ilyen indonész terület, úgy hívják, hogy Pápua Ügina, és annak van egy ilyen nyugati területe, de az még pont Ausztrália-Oceánia platóján található, és ott van egy sokkal magasabb hegy, 4884 méteren, Puncak Jaya, vagy Carstens piramis, az egy külön történetről írtam is, hogy miért, honnan a név, és hogy a névadót először, hogy zárták majdnem Dili házba, hogy ő miért látott Gletschert Indonéziában. Illetve Pápua-Új-Guineán. És gyakorlatilag kialakult 2 Seven Summits, ami nem rivalizál egymással, hanem egy hegyben tér el. És akkor megnéztem a statisztikákat, aki az egyiket teljesíti, akkor azért a másikat is teljesíti, az olyan 30%. Tehát én második magyarként teljesítettem a Reinhold Messner féle Seven Summitsot, ahol magasabb az ausztrál és Oceánia-Ausztrália közös csúcsaként ott elfogadott hegy, és első magyarként a Bess félét, ahol viszont Ausztráliában lévő hegyet kellett megmászni, nem túl magas, de ott egyéb tapasztalatokat szereztem. És így meg gyakorlatilag én lettem az egyetlen magyar eddig, aki mindkét Seven Summitsot végigmászta, de ezt szögezzük le, tehát nem kétszer másztam végig. Világos, tehát nem kellett kétszer elmennem mínusz 50 fokba, és egyelőre még csak egyszer másztam meg az Everestet, hanem azt az egy különbséget hozzámásztam, és hát ez az az érzés, amikor ráadásul mindig a könnyebbet hagyom a végére. Az Everest is ugye elég hamar jött. Így könnyebbet hagyom a végére, ezért furcsa, hogy miért mentem el egy 2228 méteres hegyre, egyrészt a barátaimat meglátogatni, nem értek rá, és akkor mondtam, megmászom. A másik pedig az, hogy hát attól még, hogy és hát ezt híres edző mondta, hogy attól még, mert bekerülünk egy olimpiai bajnokság döntőjébe, és hogy gyenge az ellenfél, és nagyon elgyepáljuk, attól még olimpiai bajnokok vagyunk. Úgy. Azért, mert ez egy könnyű hegy volt, és nem az elején másztam, attól még ez egy ilyen kisebb magyar sporttörténelem lett, de azért kezeljük a helyén. Ténylegesen a legkönnyebbet hagytam a végére, tehát ez a 7 hegy, ez 2 sorozatban összesen 8. Összesen 8. És milyen magas hegyekről beszélünk? Hát igen, ugye így a föld adottságából eredően, hát 8000-es ebben csak az Everest van, mondjuk, hogy csak. Csak. A többi az azért, hát a következő legmagasabb az közel 7000, de hát azért azt is hozzá kell venni, hogy alapvetően ugye nem egy földgömbről beszélünk, hanem eléggé furcsa alakja a földünknek, tehát hasonló hatások 7000-en is érhetnek bennünket. Például Argentinában az Aconcagua megmászásakor, mint hogyha a Himalájban lennénk, a 7000 méter körüli magassága ellenére a világ 15. 8000-esének nevezik, mert hogy a magaslati hatások egy része olyan, mintha 8000 fölött járnánk. Tehát van benne egy 8848, ugye ott egy kisebb, vagy hát talán kicsit nagyobb sporttörténelmi teljesítmény is társult ehhez, mert előttem más magyar nem ment fel a nehezebb északi oldalról. Tehát én ezért mentem oda egyébként, mert minket ott le is néztek. Mi voltunk azok közé, a nemzetek közé sorolt egyik
nemzet, akik erre alkalmatlanok. Tehát mi nem voltunk ott. Ja, mert hogy van egy kékesünk és hello? Nem azért, hanem mert nagyon sok próbálkozás volt, nem ért fel magyar, sőt, bal szerencsénkre három magyar hegymászó életét vesztett. Tehát azt mondom, hogy három magyar expedíciós áldozat. Uh-huh. létezik, illetve került regisztrálásra, és eléggé bal szerencsések vagyunk. Déli oldalról semmilyen ilyen nem történt, ott elindult valaki, vagy visszafordult, hogy fölment magyarként. Mm-hmm. És úgy azt mondták, hogy mi a pekes alkalmatlanok vagyunk, egy picit kinyílt a bicska zsebembe, olyannyira, hogy egy 3,5 év felkészülés után én felmentem, úgyhogy asztmás vagyok, és palackkal volt körülbelül annyira nehéz, vagy hát talán egy kicsit könnyebb, mint az egészségeseknek a könnyebb déli oldal, és már szögezzük le, hogy a déli oldal is pokoli nehéz. Mm-hmm. Ez még annál nehezebb volt. Na, hát ez ezzel viszont bevittem a magyar zászlót egy olyan nyilvántartásba, hogy Seven Summits az Everest északi oldalával kombinálva, na most ez kevesebb, mint 50 ember a világon. Tehát Bacsony. Most már az alkalmatlan, ez volt a célom, az alkalmatlan kategóriából kikerültünk. És mindezt ugye munka melletti felkészülésre, előre nagyon szívesen tartok előadást, sokan fel is kérnek erre. Hogy készülsz fel egy eredményes ügyvédi praxis mellett? Na jó, tehát hogy ez mennyi idő alatt teljesítetted a Seven Summits-et? Tehát határozzuk meg, ez hány év? Gyorsan nézzük, csak azt mondja, hogy 15 január Mártól 19. június 14. a fiam születésnapján mentem, véletlen volt, az utolsó csúcs akkor jött össze, a sors nagy rendező. Tehát gyakorlatilag 4 év alatt másztad. Bő 4 év alatt. És mennyi ideig készültél ezekre a nevezzük nagyon idézőjelesen túrákra? Ez felfogás kérdése egyébként, tehát azt tisztázzuk, hogy a felkészülés mindig komoly kell legyen, de nekem szerencsém volt, mert az első a Seven Summits-ból az nekem a nulladik volt, a Kilimandzsáró közel 6000 méteren, ott én csak leteszteltem, hogy bírom-e majd a magaslatot az Everestet. Uh-huh. Az egy tesztmászás volt. Oda a magyar zászlót se vittem magammal, mert arra készültem, hogy nem bírom egyébként, aha, de azt valaki vagy bírva, vagy nem. Ezt követően, ugye ez már a felkészülés rész, ott 3,5 év én egy olimpiai szintű felkészülést csináltam, tehát nagyon-nagyon erősen edzettem, és a lényeg az volt, hogy az Everestre csúcsformába kerültem. Úgyhogy még azt az 5 aszmás rohamot is 8000 méter fölött túl tudtam élni, ami engem ért. Viszont ez nagyon érdekes, az erőllét kapcsán nagyon kevés ilyen dolog van a világon, de az erőllét kapcsán elmondhatjuk, hogy könnyebb megtartani, mint megszerezni. Utána kevesebb edzéssel is az Everest felkészülésem 70-80-90%-át bármikor elő tudtam állítani, és így viszont a nagyon nehéz Denali, ugye alaszkai mászás, azt gondolom a második legveszélyesebb, és a másik 6194 méter az egész hegy, de amíg oda felérsz, olyan veszélyeken mész át, mint az Everesten. Sőt, ezt az Everest déli oldalának egyik jó felkészítésére is gondolják, tartják, akik délről másszák az Everestet, és ezt is megmászták, mondom, jókor mondjátok, én már ott voltam, és északról. Gyere tehát, át a másik oldalra. Igen, van rá elképzelés, meg esetleg némi terv is. Szóval gyakorlatilag fenntartottam azt, amit egyszer megszereztem, uh-huh, és így viszont kevesebb idő kell ahhoz, hogy ugyanazt az állapotot elérjem, tehát hogyha mondjuk most elkezdenék edzeni, akkor egy májusi Everest kihívásra teljesen olyan állapotba kerülnék, amit korábban 3,5 év alatt építettem fel. Uh-huh. De ennyit a sporttudományról, ne veszítsük az összes hallgatót. Nem. Ami engem jobban érdekel, hogy sokat gyára említetted, hogy aszmás vagy. Ez mennyire volt motivációs tényező abban, hogy te hegyet másszál? Hát konkrétan ma nem eltántorított. Tehát azt képzeld el, amikor a hős magyar ügyvéd fejébe veszi, hogy most aztán felvisszük az ászlót északról, nyilván túlzok, de volt motiváció, hogy ne nézzék már le magyarok. Ez úgy versenysportoltam előtte, ugye, ha valaki versenysportot tudja, nagyon lenézik a magyarokat, nyílik a bicska. Kinek mekkora, milyen hosszan, hát nekem 3,5 évi. És ami érdekes volt ezek kapcsolatban, hogy azért teszteltek. Tehát nekem volt tesztmászásom, maratont futottam, csak tesztként, hogy áll le a test. Gyakorlatilag az történt, hogy olimpiai év volt ugye 2016-ban, ugye akkor történt ez az expedíció, hogy engem teszteltek. Teszteltek olimpikonokkal, nem értették, hogy ez a vén fazon mit keres ott, és milyen jó eredményei vannak. Viszont ott mutatták ki, hogy te 10 hónap az indulás előtt, de figyelj, te aszmás vagy, hát meg ügyvéd is, úgyhogy mondtam is, hogy na, hát én aszmás voltam, aha, édesanyám megmondta, hogy 4 évesen kinőttem. Aha. És közölték, hogy ez most rossz hír a hallgatóknak, tehát most ez a negatív rész, aki valaha is aszmás volt, soha nem növi ki, csak hozzászokik a tünetekhez. Aha. Ezt úgy mondtam, hogy ezt köszönöm szépen, és mondták, hogy akkor innentől lenne nagyon fontos az Everest kapcsán két dolog, hogy ha évszakról másznám véletlenül, ezt véletlenül pont eltárták, akkor
akkor palackkal kizárólag, de javasolják, hogy inkább ne, mert palack nélkül biztos megfulladok, mm-hmm. és ott mondták, hogy ez annyira lesz majd könnyű, mint a könnyebbnek mondott oldal az egészségeseknek palack nélkül, vagy mm-hmm. valamivel könnyebb, azért mm-hmm. ez egy segítség, de az asztmás rohamokat kezelni kell, és hát az, hogy csináljunk valamit. Tehát mondták, hogy egyáltalán nem megyek az Everestre. Mm-hmm. Hát ezt a részt, hogy annyira nem hallottam meg, kicsit azért visszavetett a felkészülésbe, viszont nálam okosabb tapasztalat a barátaim mondták, hogy figyelj, álljál meg, hát mennyi asztmásnak adhatsz erőt ezzel? És akkor mondtam azt, hogy irány tovább. Uh-huh. Irány tovább, mert nem lesz könnyebb. Utána meg átúsztam a Balatont azért, hogy legyen egy asztmás rohamom. Én voltam az egyetlen, aki abban az évben ezért úsztam át a Balatont. Nem lett asztmás rohamom, viszont mivel nem kentem be a hátam azzal a nagyon kemény fehér zsíros vala, hát egy hét alatt háromszor hámlott le a hátam. Tehát nagyon fontos, hogy szerintem a kultúra része az, hogy tehát magyar kultúra, táncoljunk csárdást, hajolgassunk magyar komoly zenét, én. És ússzuk át a Balaton, de ne úgy, ahogy én. Jó, rendben van. Innen folytatjuk vendégünk dr. Neszmélyi Emil, ügyvéd, aki teljesítette az úgynevezett Seven Summits-ot. Az év első hetén siker emberek itt nálunk a Retro reggelben, vendégünk dr. Neszmélyi Emil, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt kívánunk. Polgári foglalkozása ügyvéd. Így. És nem mellesleg az az úriember, aki elsőként, magyarként akkor teljesítette a Seven Summits-ot, ami valójában nem Seven, hanem 8, és igazából az Everest északi oldalát másztad meg, ugye? Jól mondtam. Igen, akkor. És nem egy, hanem kettőféle Seven Summits. Tehát nagyon fontos, mert kaptam egy gratulációt, hogy gratulál ahhoz az illető, hogy kétszer teljesítettem a Seven Summits-ot. Nem, hanem a kétfélét, ami egy hegy különbséget jelent. A különbözőt, tehát tudtad le valójában. Igen, gyakorlatilag, és így minden ugye a végére hagytam a könnyebbet. Ha egyszer megmászta valaki az Everestet, megmászta még egyszer? Ha szerelmes a hegynek és igazi hegymászó, mint amilyen én nem vagyok, akkor ugyanarról az oldalról akár többször is. Ha valaki ilyen felfedezőbb típusú és profi hobbi mászó, ennek merem magam így nevezni, mert többen így neveztek, és pár év alatt meggyőztek és elfogadtam, akkor ugyanarról az oldalról nem, de hát ki tudja, ennek a hegynek van másik oldala is. Tehát ugyanarról az oldalról, ugyanaz az útvonalon kétszer, ugyanazt egyet nem mászom meg. Megmondom, mi a titka. Nagyon tisztelem a hegymászókat, hegymászó barátaimat, hegymászó kritikusaimat is. Ők annyira szerelmesei a hegynek, hogy ők felmennek a hegyre ugyanazon az oldalon többször is. Itt a különbség. Az ilyen felfedezőbb típusú emberek, mint én, ha valahol egyszer voltak, ugyanoda, ugyanaz útvonalon nem mennek fel. Akkor a nagy a világ, hogy mást is meg akarok nézni. A Seven Summits két verzió összesen 8 hegy lehetőséget adott egy jó okot, ürügyet arra, hogy ennyi helyre elutazzak, és nagyon sok mindent lássak a világban. Emellett pedig ilyen extrém sportteljesítmények is vártak rám, amit hát sikerült teljesíteni. Mi az, hogy felenged egy hegy, vagy nem? Bocsánat. Nem hódítunk hegyet, tehát nagyon-nagyon szeretem azt, ez mondjuk egyöntetű vélemény így a hegyek közelében lévő emberek fejében. Nagyon-nagyon szeretjük azt, hogy meghódította egyet. Nyilván ez egy ilyen fontos hódító. Hát hódítsa, mert arra sokan megnyitják a cikket, és hát hódítsa meg. Igazán, ha felenged a hegy. Tehát mi megmászok. Alkalmasnak kell lenni, és ha majd a hegy felenged időjárási körülmények, légnyomás, stb. Hát itt extrém körülmények között vagyunk, akkor majd felmászunk. Tehát egyfajta alázat. Én nagy tisztelője vagyok a hegyeknek, de nem vagyok szerelmese. Én nagy szerelmes vagyok a magaslati hatásoknak, ott nehéz döntést hozni. És a magaslati hatások alapvetően olyan nehezítő körülmények, amelyek hát az agyat azt azonnal is a szervezet tacsra tudják tenni. De alacsony légnyomás, ami önmagában így már az agyban, tüdőben nagyon komoly gondokat tud okozni, hogy be lehet halni, hogyha ott valami kóros jelenség üti fel a fejét, illetve nagyon alacsony oxigénszint. Tehát úgy képzeljük el, mint egy háromszori hosszabbítás valamelyik csapat sportág mérkőzésében, ahol veszettül azok a passzok, amik az első 10 percben jók voltak, már nem oda mennek ám, azért már elfelejtett sportolni, kézilabdázni, jégkorongozni, labdarúgni az illető, kosárlabdázni, hanem egyszerűen már nem úgy veszi fel az agya az oxigén. Na az ott itt minden percben ez van. Tehát úgy dönteni, hogy a körülmények nem adottak hozzá, és e körben nem csak jó döntéseket hozok, azt tudom tanítani is, hogy kell ilyen nehezített körülmények között döntést hozni, mert ami ott fent működik, az lent adott esetben az üzleti életben is működik. Wow! A kettő tipp? Csak úgy mondani. Igen, az, hogy nagyon sokat beszéltem, vagy beszéltél arról, Emil, hogy felkészültél, sokat edzettél ezekre a
Hát próbatételekre. De hogyan kell felkészülni egy ilyen hegymászásra? Milyen edzéseket csinálsz? Kétféle módszer van, vagy megközelítés. Az egyik az, hogy hegyről hegyre. Uh-huh. Hegyről hegyre készülni, egyre följebb mész, és gyakorlatilag egyre alkalmasabb lesz, egyre nagyobb önbizalmad lesz azok kapcsán, hogy mi értéked a hegyen. Már én nem ezt választottam. Másik módszer az az, hogy fel kell mérni azt, hogy milyen fizikai jellemzőkkel kell rendelkezni az, hogy egy hegyet megmásszál. Uh-huh. Nyilván kell hosszú távú állóképesség, erőállóképesség, intervall állóképesség, több ilyen állóképesség végül szót tényleg nem mondok, mert tartsuk meg a hallgatókat. Ezeknek megfelelő szárazföldi, tengerszinti edzések. Uh-huh. És onnantól pedig, ha alkalmas vagy a magaslatra, akkor úgyis alkalmazkodik a test. Tehát nekem, mint Kilimandzsáró tesztmászás, és utána az Everest is bebizonyította, hogy gyakorlatilag mindenhez tudok alkalmazkodni, ezért én semmit nem tettem, ez van. De hát ha már lett ez az ajándék a sorstól, akkor nyilván igyekszem elmondani és elmesélni minél szélesebb körbe ezeket a történeteket. Hát a visszajelzések alapján viszonylag szórakoztató, hogy elmondom, vannak részeredményeim. Szeretik a hegymászok azt a kérdést, hogy miért mászol? Szerintem, aki ettől elzárkózik, az az ő dolga. Hát nincs olyan, hogy hegymászók. Ugyanannyi féle ember van közöttünk is, mint bárhol máshol, uh-huh. ügyvédek között is, uh-huh. bárhol máshol. Tehát aki zavarba jön tőle, az majd nem válaszol. Én mindig okay. szívesen. Hát egyébként azért mászom. Eleinte annyi volt a cél, hogy ezt az ászlót, ezt vigyük fel az északi oldalon az Everesten. Uh-huh. És akkor magyarokat jegyezzék észak és déli mászások körében is. Nem volt ilyen egyéni célom. Azon kívül, hogy a magaslati döntéshozatalt meg akartam tapasztalni 8000 méter fölött. Ez volt a sajátom. Aztán ugye utána jöttem rá, hogy ez a második hegyel kéne folytatni a Seven Summit. Tehát nekem nem az első hegyel indult a Seven Summit, hanem a második, ami a legnehezebb volt a sorozatban, és hogyha a legnehezebbet megmásztam, akkor várható volt, hogy végére fog érni. Nagyon sok olyan ember van, több ezer a világon, aki hatot tud megmászni, és az Everestet a végén nem. Gondoltam, derüljön már ki az eleje, hogyha ez nem sikerül nekem. És utána pedig, ami érdekes, hogy el tudjam mondani, mert van rá érdeklődés, hogy tehát én nem vagyok profi sportoló ebben. Uh-huh. Nem ebből, egy profi módon felkészült vagyok. Uh-huh. Viszont hogy készülök fel, és én egy vagyok közülünk. Én egy egyszerű ügyvéd vagyok, aki viszi a dolgait, bemegyek dolgozni, ugyanúgy, mint bárki más. És mellette felkészülök, uh-huh. és így sokkal többen tudnak azonosulni mindezzel a tapasztalatok alapján. Én úgy készültem, visszajök az Everestre, tartok öt előadást, uh-huh. és onnantól senkit nem fog érdekelni. Uh-huh. Na most az előadások ideértve nagyon sok minden céges, nem céges, uh-huh. ismert terjesztő, közel 150-nél tartok. Uh-huh. Mert hívtak, én nem jelentkeztem sehova. Uh-huh. És akkor viszont ehhez meg társul egyfajta felelősség, mert ha van érdeklődés, mindezeket a dolgokat át tudjuk adni hétköznapokban. Mindenkinek van Everestje. Először azt hittem, hogy ez közhelyes, de nem, gondoljunk bele. Egy kicsit olyan hűtőmágnes duma, de igen. Valakinek több műsor egyébként. Gondolj bele, mondjuk. Északi-déli oldal. Nyugati keleti, mi? Ez az egyik, de most gond, ja, az is van, csak ott ne nagyon. Ami fontos, hát mondjuk gyermeket egyedül nevelő édesanyja. Uh-huh. Ez nem egy Everest? Dehogy nem. Egészségügyi hátrányok mellett karrier. Ugye? És megsorolhatnánk. És rengeteg ilyen. Mindenkinek, és valahogy ebből elkezdtek erőt meríteni, én meg azt gondolom, ez egyfajta felelősség. Én ezért mászom. Világos. Jó. Melyik volt a kedvenc hegyed? Ilyen pillanatban szeretek lenni, mindegyiket szerettem, hihetetlen nagy tapasztalatokat adtak. Ha viszont máshonnan közelíthetjük, még pici kikerülek, jó? Jó. Hova mennék vissza, mert a tökéletes hegy? Aha. Kilimandzsáró. Kilimandzsáró. Kilimandzsáró, minden van ott. Tehát amikor földrajzból tanultuk azt, ami nem érdekelt, akkor még, hogy a hegylábánál megtalálod az erdőséget. Wow. És akkor meg még mondjuk esőerdő, és mész fél, ritkul, és még ritkul, és az állatok se annyi már, és mégis már jég. Meg a Kilimandzsáró hava. És már csak jege van, viszont ami érdekes, hogy ez az egy hegy önmagában adja. Mindenhol máshol magasabban kezdesz. Tehát ilyen szempontból tökéletes. Ha valakinek az az álma, hogy megmássza a Kilimandzsárót, és ez legyen a csúcs, tegye. Ha Afrika, csak egy hegyet mászol akkor meg, ő legyen. És egyedül vagy csoportban szeretsz menni? Egyedül nem szabad. Tehát vagy csapódunk, vagy úgy szerveződünk, hogy valakikkel közösen. Mert nem úgy értem, hogy egy számagadban mindenféle segítő nélkül, de hogy több hegymászóval csoportosan, vagy te és még valaki, aki segít. Egy segítő nekem általában elég, vagy egyedül, attól függ, hogy egy 5-6 ezeres hegyre egyedül föl lehet menni. Viszont ha új a hegy, mindig valamilyen helyi erőt igénybe veszek, mert minden hegy
cégnek van egyfajta személyisége, olyan karakterisztikája, hogy ha arra nem vagyunk tekintettel, bajba kerülhetünk. Tehát az a nem tisztelem a hegyet. Tehát valamilyen helyi ember legyen. Ott aztán a legfeljebb másodszor, ugye Denali ugye harmadszorra sikerült, ott már nekem semmilyen segítőm nem volt helyi, hanem egy kiváló magyar hegymászó, Koncz Ákossal együtt teljesítettük ezt. Egyfajta katonai expedíció pontossága harmadszorra is sikerült, és ugye ott zártuk idén nyáron ezt a sorozatot, és nagyon hálás vagyok neki, hát 50 évesen én majd pont így akarok mászni, mint ő. Na innen folytatjuk. Még több retro, retro rádió. Siker emberek, siker sorozat ezen a héten, így az esztendőt szeretnénk ezzel nyitni, a mai napon pedig vendégünk dr. Neszmélyi Emil, polgári foglalkozásra tekintve ügyvéd, egyébként pedig ő az az úriember, aki elsőként magyarként a Seven Summits nevű kihívást teljesítette. Gyorsan tegyünk tisztába valamit. Na tessék. A történelemben én a második magyar vagyok. Én tudtam, hogy valamit, tudtam. Első ezek a számok, aki a, mindig nem, ezek a számok. Innentől elemezni kell. Első vagyok, aki a Bass-féle Seven Summits-ot, és első, aki mindkét Seven Summits-ot megmásztam. Az első, aki a történelemben megmászta, legyünk büszkék rá, egy magyar nő. Német Alexandra. Bravo, 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 bravo. Azért ezt szögezzük le, utána lehetem egy szuper nő mögött az ember második erre legyen büszke, viszont első lettem a Bass-félébe, és a mind a kettőt megmászába is, tehát így e tekintetben bőven vannak rekordjaink, legyünk rá büszkék, Alexandra egyébként kiváló társaság szintén, úgyhogy ajánlom figyelmetekbe. Nagyon esetleg kérdező, a későbbiekben. Itt a zen alatt megtudtuk azért, hogy a családod elég furcsán vette azt, hogy te teljesítetted ezt a kis kihívást, nem tudtak róla? Hát gyakorlatilag eszenciálisan értesültek, mondjuk így. Gyakorlatilag, mivel hogy magyar felfogás az volt, hogy a magyarok, ez egy ilyen általános felfogás, hogy meghalni járnak az Everestet, tehát akkor megkérdezek előadás elején közönségből, hát mikor az egész közönséget, hogy ki szerint halt meg legalább 10 ember az Everesten, aki magyar volt, emelkednek a kezek. És akkor ki szerint csak 5, és akkor a háromig, ami a tényleges szám, nagyon kevesen jutnak el, mert aki a Himalájában bajba került, az az Everesten meghalt. Tehát ez a köz olyan messze van. Tehát ez egy teljesen természetes dolog. Na most hát az én anyám is úgy gondolta, hogy mi magyarok meghalni járunk az Everestre, tehát én úgy gondoltam, akkor ezt úgy nem mondanám el neki. És hogy tudtad titokban tartani? Soha nem szóltad el magad? Nem. Könyvtárban járok, mama? Vagy nem, hát nem lakok közösen, nem. Nagyon picit kinőttem abból a korból, hogy a szüleim eléjek, és így gyakorlatilag nem tájékoztattam őket. Viszonylag gyakori kapcsolatban vagytok, tehát az elszólás veszélye benne volt. De hát azért most szoktam azt mondani, hogy ezért már leteremtettek egyszer, hát ügyvédként tud az ember titkot tartani, akkor az élet magánéletében is tud titkot tartani. Milyen igaz? Nem beszélgetünk fel, és egyébként annyi, hogy ez is egy jó üzenet, hogy ilyeneket másznak az ügyek, elég rátermettek a magyar ügyvédek, tessék bennük megbízni. Azt gondolom, hogy ez működik is. Ez volt a reklám helye. De ami fontos, hát a szüleim nem tudtak róla, mert nem akartam, hogy édesanyám ebbe belehalt volna. És amikor végül is teljesült az expedíció, leértem az alaptáborba, akkor egy nagyon-nagyon kiszáradt torokkal, mert északi oldalon nagyon száraz a levegő, ha mosol valamit, 2 perc alatt szárad meg. Tényleg. A torkod is így szárad ki. És akkor olyan élőhalott állapotban túléltem ezt a kalandot, és gondoltam, felhívom őt nagyon nehezen. Hogy mégsem máshonnan értesüljön. Hát nem akartam, hogy a sajtóból, hát azért olvasva, mint a fiáról, ez azért mégsem lett volna a helyén való. Nagy nehezen elértem, és szerintem sokkolódhatott, mert elmondtam neki, figyelj anya, nem egészen ott voltam, ahol mondtam. Na mit mondtál, hol vagy? Azt mondtam, hogy Nepálban túrázgatok egy picit, ha van idő, átugrom egy picit Tibetbe. És hát mondtam, nem egészen az történt, nem ott voltam, ahol mondtam. Holnap lesznek hírek a sajtóban, igaz, sajnálom, otthon megbeszél. Sokkolódott, szabó gondolom, mert az volt a reakciója, hogy jó van, kisfiam, ügyes vagy. Ez egy erős motivációs tényező, megvesz az ember a Monteveresztet, és jó, a szegény nem tudta, és kicsit sok infót kapott egyszerre. Utána édesapám is megüzente, hogy ügyes vagyok, akkor én, hát hogy szülők mondják, akkor én tudtam, hogy ügyes vagyok, viszont ügyes én még családi törődésre vágytam, hogy felhívtam a nővéremet is, aki szintén sokkolódott, mert így reagált. Jó van, de most le kell tennem, mert társasozom a gyerekekkel, és én jövök. Na most ezt követően viszont... Emil, azt kell, hogy mondjuk érdemes volt. Érdemes volt, megmászod ezeket a hegyeket. De hát a gyerekeket társasod. Megértettem. Ott nincs kecmec. Nincs. És ez kellettem, annyi történt még, hogy azért kiderült, hogy ez tényleg megtörtént, és 2 napig sírtak, viszont jó volt az üzlet. Mert 2 nap rettegés, 3,5 év plusz 2 hónap helyett. És van egy élő anyám, aki hát nagyon büszke erre, és tényleg nagyon örülök neki, hogy sikerült megóvni. Nagyon
fontos volt, hogy ez így történjen, mert védeni kell a családot. Volt egy kérdés, hogy viszont mi lett volna, ha baj van, azt elmondom, ennyi drámát szerintem most fűzünk bele. Nekem volt egy búcsú levelem a fiamhoz, és egy végrendeletem. És volt egy barátom, akinek az volt a feladata, hogy ha úgy alakul, akkor adja át. Na most ez érdekes dolog, ő is így élte meg, mert nem akart elfogadni, mondom, figyelj, ezt neked csak te tudod megoldani, te fogod felolvasni a fiamnak is, egy évvel az eset után. Uh-huh. Így volt megbeszélni. Na most a kedves barátom, remélem hallgatja Kornél, amikor hazaértem, akkor elém ugrott, és így vissza, mint a forró költ, így ezt vidd innen azonnal. Még egy érdekesség, így az a sorszerűséget szeretem, mai napig nem olvastam a levelet, nem tudom pontosan, mit írtam. Uh-huh. De ez jó. Így jó. De ne is legyen rá szükség. Nem is lesz. Ennyi a dráma. Már mondjuk azon elgondolkodom, hogy a legközelebb ilyen expedícióra mész, azt hogy tudnád eltitkolni ezek után a családod, de erről már semmit nem hisznek el. Nagyon picit átesett a ló túloldalára, a fiam megmászta a nehezebb oldal a legnagyobb, hát már bármit meg tud mászni. Aztán nem olvasta az első alaszkai kalandomról szóló beszámolómat tüzetesen, ahol hát sajnos már nem meghaltunk, de szervezetten túléltük, tehát fontos volt ez a kamaszkodás. Tényleg kezd helyen vagyok, hidd el. Itt vagyunk a Balatonnál, jó? Persze, csak fiam, ennyire persze, fúj a szél. Igen. Jó. Na, innen folytatjuk, és én ígértük, hogy Emil nemrég Ausztráliából tért haza, egész pontosan decemberben járt el, ott már pedig ott most, hát finom fogalmazva is helyzet van. Erről fogadjuk majd. Vendégünk pedig dr. Neszmélyi Emil, hiszen ezen a héten sikerembereket hívunk ide a stúdióba, és Emil az, aki megmászott egy csomó hegyet. Na, röviden így tudnám összefoglalni. Nem igaz, a Seven Summits elnevezésű kihívás sorozatot teljesítette. Kétszer, de igazából csak egyszer, de csak megmászott plusz egy hegyet. Kétféle. Igen. Vagyis 7 kontinens 7 legmagasabb pontjára jutott fel, köztük az Everestre. Azt egyébként időközben megtudtuk a zene alatt, hogy őszülés ellen jó a 8000-es magasság? Érdekes tapasztalat, hogy akik 8000 fölött tartósabban vannak, egy Everest expedíció erre ugye alkalmas, vagy több 8000-es másznak, hogy az a tapasztalatunk, egyrészt kicsit kortalanná válunk, vagy nagyon kortalanná, és toleránsabbak vagyunk. Most nem azt jelenti, hogy bármit meg lehet velünk tenni, csak mondjuk nem tudom én magunkból kivetkőzve védjük az érdekeinket, hanem ezt valahogy így meg mondjuk ügyvédként az ügyfelek érdekeit. Ám ilyen türelmesebben, de szintén hatékonyan. Ez a kortalanság, ez valahogy úgy felütötte a fejét. Ebből nem tudtál volna hozni egy kicsit? Hát gyertek fel velem. Ha most nem, akkor az előadásomon, és akkor jut egy kicsi. Jó, decemberben jöttél az Ausztráliából, hiszen ott is van egy hegy. Te mit tapasztaltál abból, ami ott most éppen zajlik? Ebből a pokolból. Igen, érdekes ez az egész dolog. Mi eszenciálisan kapjunk, hogy kerültem oda. Alapvetően barátaimat látogattam meg, az egyik olyat, akit egyébként az Elbruszon mentettünk meg, és ilyen fogadott öcsémmé vált, meg ő bátyjául fogadott, és ha már ők dolgoztak, én gondoltam, akkor megmászom ezt a hegyet, és közben meg ugye ezáltal teljesítettem a Best-féle Seven Summits sorozat. Ez a 2228 méteres, nem túl magas hegy. Gondoltam, eljutok a tengerparttól gyalog, 210 km folyamatos emelkedés mellett, 20 kilós hátizsákkal, 35-40 fokban, gondoltam, eljutok a hegy lábáig, és akkor ezt a könnyebb hegyet majd megmászuk, legyen kihívás. Na most hát addigra azért már beindultak ezek a bozott tüzek. 40 kilométer után engem megállított a rendőrség. Mondták, hogy már egy ideje figyelnek, hogy milyen furcsaságokat csinálok, hogy itt keresztül megyek mindenen és emelkedek. Mi a tervem? Hát mondták, hogy mondtam nekik, hogy hát akkor én elmennék eddig a hegyig, ez még néhány nap, és akkor hogy fölmegyek, jó, nehéz, meg meleg is van, nem ez volt az időjárási jelentésben, szégyeljétek magatokat. És mondták, hogy ez nagyon jó ötlet, akkor nekik most vége. Ugyanis egy kilométerre már bozott tűz, a lángcsóvát mutatták, másik oldalon is, és én csak azért nem fogok benne égni, mert vagy elvisznek innen, vagy ha itt maradok, akkor addigra már gázmérgezésben konkrétan meghalok. Mondtam, hogy hát akkor ez az elvitel dolog nekem egyre szimpatikusabb, úgyhogy végül is én néhány nap alatt, és közben rengeteget tudtam vidéki ausztrálokkal beszélgetni, abszolút európai felfogások, tehát az ausztrálok amerikai felfogások, felejtsük el, nem? Abszolút európai felfogásúak. Őszinték, kettő dolgot szeretek, ha megkérdezi, hogy van valaki, ezt komolyan gondolja. Na, a másik pedig az angol tanárok réme, most üzenem minden angol tanárnak, hogy good morning, good afternoon, good evening, good night, ez nagyon, hogy csak ez szabad, hogyha mást mond valaki, akkor egyes, ott úgy köszönnek, hogy good day. Jó? Úgyhogy Ausztráliában van ilyen, biztatom a diákokat, hogy good day, nyugodtan, ha Ausztráliában vannak, így egy szóba szinte kimondva. Tehát onnantól eljutottam a hegyig, és gyakorlatilag ott nagyvárosokban, kisvárosokban is beszélgettem. Nagyon fontos, hogy teljesen másképp élik meg az ausztrálok mindazt, ami ott van. A városban 24 millió emberről beszélünk. Azon a
az akkora kontinensen. Hatalmas terület. Hatalmas, ezt elfelejtjük, hogy például most van ez, hogy jaj, Ausztráliában esik az eső, tényleg? Hát Ausztrália akkora, mint az Egyesült Államok Alaszka nélkül. Uh-huh. Tehát az, hogyha mondjuk valahol esik mondjuk New Yorkban az eső, azt Miami-ban nem érzik, és nem érzik Kaliforniában sem. Tehát ekkorák a távolságok. Tehát valahol esik az eső, szorítanak azért minél tovább essen, de annyira esik, mint mondjuk egy város felett szokott. És hogy ha visszajön a meleg, mondjuk, akkor megint jönnek a tüzek. A városok nem fognak égni sohasem, milliószám élnek az ausztrálok a városokban, és egy közeli, de mégis picit távoli veszélynek élik meg ezt az egészet. Hát nem azok, akiknek kitelepülni kellett emiatt, meg elvesztették az otthonukat, vagy a szeretteiket, de ugyanannyian izgulnak a természetért, mint Európában. Tehát ott egy ilyen európai nagyvárosi társadalom, multinacionális környezetben a taposó malomban dolgozik a legtöbb ember, foglalkozik a saját dolgával, és nincs ideje nagyon izgulni a legtöbb, van kivétel persze, a legtöbb ausztrálnak az, hogy mi történik ott. Tehát nézzük ezeket a nagy tüzeket, ezek a városokat nem fogják elérni. Ezek ugyanolyan városok, mint Párizs, mint London, mint akár mint Budapestben, olyan szépet sehol nem lehet látni. Tehát gyakorlatilag másképp élik meg, nagyon sajnálják, de egy ilyen európai gondolkodás képzeljünk. Annyira izgulnak az ausztrálok, hogy azon, hogy két állammal arrébb minden ég, mint amennyire mi sajnáltuk, és mert sajnáltuk, izgultunk, amikor Görögországban volt baj. Úgy gondolj bele, és gondold vissza magad oda, és a kedves hallgató is tegye meg, hogy azért úgy sajnáltuk, izgultunk, de ennyi. Ők addig, amíg a város határ nem fog égni, ezt így fogják érezni a legtöbben. Az a jó néhány ezer ember, aki viszont fizikailag érintett, hát nekik ez katasztrófa, és ők teljesen másképp élik. Mennyire tudják kezelni a dolgot egyébként? Te mit láttál? Nagyon érdekes a dolog, mert most nem tudom, hogy az új hírek alapján ezt barátaim is küldték, ugye erről írtam is egy cikket, ami elég jó sikerült, úgyhogy magamat nem szoktam dicsérni, de most még engem is érdekelt, amit írtam, hogy boszorkányüldözés-e vagy nem az, hogy elkezdték most a környezetvédőket és a természetvédőket támadni, ugyanis jogszabályokat módosítattak ezek a mozgalmak, és például a talajnövényzet száraz részét, ami nálunk avarlended és sokkal gyúlékonyabb, azt nem engedték tisztítani, mert még az abók is, ugye az őslakosok is tisztítottak, hogy ne legyen nagy tűz. A tűz önmagában Ausztráliában megújulás része, tehát ami elég, az onnantól termőföldé alakul. Hát de úgy, hogyha ez az éghető dolog még ott van pluszban, akkor van egy ilyen gond, hogy még erősebb lesz a tűz. És ez megtörtént. Néha fákat a saját telkedről nem vághatsz ki, hogyha tűz esetén az rád dőlne, akkor ne dőljön, mert jogszabály tiltja, tehát egy picit túlburjánzott ez a dolog. Ráadásul víztározókat sem lehet építeni szárazföld. Ausztrália beszélünk, ahol nagyon kell a víz, mert hogy a bizonyos mozgalmak szerint ez ugye a természeti környezetre ártalmas, mert egy idegen épület van. Ők nem oda vittek volna vizet, hanem azért ott is van csapadékos évszak, tehát összegyűjtötték volna. Most tehát van egy gyúlékonyabb környezetünk, a víz pedig csak a tengerből van. Nem tudjuk annyira oltani a nagyobb tüzet, néhány gyújtogatás is volt, tehát ez még felerősítette, és akkor mi van nekünk? Tengervízünk, mozgalom megerősödött, megint néhány extrém, tehát kivételekről beszélünk, nem ez az általános felfogás, de mindenhol vannak ilyen szélsőségek. Ne használjanak tengervizet, mert az sem az odavaló, hogy az ott megszokott tenyész, a természeti környezet része. Tehát akkor elég minden. Tehát akkor az állatok is. Érdekes. Tehát itt árnyaltabb a helyzet, természetesen a híradásokban valamelyik be kell félni, mutatják a tüzet, szörnyű, van. Engem nem engedtek közel hozzá, de hát ha már egy kilométerre a tüzektől engem már úgymond evakuáltak a saját kis kihívásomról, akkor a helyzet komoly. Világos. Jó. Emil, nagyon szépen köszönjük, hogy befáradtál hozzánk. Köszönöm szépen a meghívást. Igazán nincs mit. Részünkről a megtiszteltetés. Még több retro.